Üdv mindenkinek, hello, hello. Folytatjuk srácok Sotirisnak a kalandjait, immáron a hetedik alkalommal. Mi mindig az A2-nél járunk, de haladunk szépen. A hét elején mondtam nektek, ugye két stream között, két Dungeon Siege stream között, hogy nagyon zavart a dolog, hogy azt mondom nektek, hogy ez egy feljavított grafika, és mégis volt, ahol átlátszó volt a karakter, mint például Nára, Lothárnál, illetve a háttérbe elsétáló óriásokon, úgyhogy ezen javítottam, és a DG Voodoo-t egy kicsit jobban beállítottam. Nagyon rövid megoldás az volt, hogy videókártyát kellett váltani, ahogy azt a DG Voodoo fölismeri. Mert ugye, ahogy azt mondtam nektek, ez ott bal felül, ahogy látjátok, DirectX 12-vel fut. Úgyhogy kicsit javítottam a grafikán, hogy azért ne az legyen, hogy szebb meg minden, de azért bárcsak ne lennének ezek a átlátszó karakterek. Meg ugye 4K-s textúra is fönt van, szóval én csak jobbá akarom nektek tenni, hogy például ő is, az a Dobán nevezetű félórás is átlátszó volt. Én csak jobbá és szebbé akarom nektek tenni ezt az élményt, hogy úgy emlékezzetek erre a játékra, ahogy ez egyébként csak a fejünkben létezett, mert ez sose volt ilyen szép, mint most. A második felvonás hatodik fejezeténél tartottunk egyébként a főküldetésnél, és nagyon sok másodlagos küldetést is vettünk egyébként fel, valamint sikerült megtanulnunk a lelkekkel való beszédet is, azt az éneket is, úgyhogy most már minden szellemmel tudni fogunk beszélni. Bízom benne egyébként, hogy ami volt előző streamben és az előtti streamekben is, ez a sok kifagyás, ez mostanra nem lesz probléma. Igen, ezt sajnos jól látjátok, hogy nagyon tele vannak itt az inventorik, viszont ezzel most egyelőre nem akarok foglalkozni, majd ha tényleg betelünk, ami hamarosan eljön, akkor egy kis időre dendorozunk. Na, tehát amit akarunk csinálni elsőnek, az, hogy megyünk tovább Evangeline hercegnő nyomába. Let's go! Kapják! Ó, ott valaki idézett valami ellenfelet. Na basszus. Nagy manna ital és pénz. Szóval itt volt egy csámba, akivel beszéltünk. Azon itt a temető hócsermely kikötő. Akkor ott le kell mennünk. Nincs mese. Ezek a jelek. Szia, Jokko Sensei. Ezek a jelek itt bizony ilyen különféle rejtvények lesznek. Jól emlékszem, ez azt jelenti. Nagyon szép sebzés se van egyébként a karaktereinknek. Nem bírnak velünk. Képzeljétek, néztem, hogy van olyan mod is, ami leveszi ezt a highlightolást.
Hát, hogyha ráhúzom valamire az egeret, akkor így nem emelik ki. Én most nagyon oda vagyok a modokért egyébként. Azért emlegettem őket ennyiszer. És az miért jó? Szebb lesz tőle a játék. Nem lesz olyan zavaró, úgymond. Mert az egérnél ugyanúgy látszódni fog, hogy te most ott pirossal kijelöltél valakit. Meg ugyanúgy látni fogod, hogy kire nézel. Viszont így nem zökkent annyira ki. Gondolom én. Ez micsoda? Egy azon itt a mágus mögénk teleportált. Lehetne tölteni az erőnket ezekkel a hadigépezetekkel. Közelebb megyek amúgy a karakterekhez, hogy jobban lássátok őket. Nekem tetszik egyébként ez az alapbeállítás, hogy így highlightolja egyébként a karaktereket, ellenfeleket. Nagyon idegesítő, hogy így támadok valakit, és az IS néha random elkezdi lőni a falat. Hát nem is ők vannak kijelölve. Hát ott most is így a fajta legyet jelölöm ki, és tök más támad az IS-unk. Rolkodik itt. Azt hiszem ennek a helynek így ennyi. Ha, itt fogunk tovább menni. Vicces látni, hogy néha misszel a karakterünk. Nagyon lobol voltak a karakterünk, úgyhogy nyomtam is egy healt. Aha, erre lesz majd egy teleport, úgyhogy gyorsan visszafordulok. Mert ahol van teleport, az valószínűleg egy fő útvonal. Most nézem, hogy... valahogy váltottam itt a képességeknél. Muszáj, hogy például a tanknál a taunt legyen. Ne üssék szét az íjászomat. Volt valami gyártya. Ez
Sziasztok, adunk gyorsan manát. És megyünk tovább. 26-os szintű szörnyek ellen harcolunk 31-esként. De durva, ide raktak egy ilyen helyet, de amúgy itt nincs semmi. Csak jól néz ki. Szia, Kiyoshi Sama, bizony. A Samár erős. A Samár bizony erős. Bármennyire is erre akar minket vinni a játék, ide föl akarok fukucskálni. Hú, de jól néz ki ez a nagy effekt. Minél nagyobb egy ellenfél, annál nagyobbak a varázslatok rajtuk. Aha, hát itt nem volt semmi. Nyúzó villa, úgy hívják ezt a nagy darabot. Azt meséltem nektek amúgy, hogy a Dungeon Siege-eket azokat úgy ismertem meg, hogy egy GameStar címlapról. Valamelyik GameStar-nak a címlapján volt a Dungeon Siege 2. És úgy ismertem meg. Úgy hallottam róluk először. Minden hónapban ugye járt nekünk a GameStar. Na basszus, megöltik a Z-jászomat. Tacsi! 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 Ez nagyon kellett! Ez a GameStar magazin még megvan neked valahol? Irigy vagyok, jobban szenszáj, irigy vagyok. Nekem is megvolt 99 júniusától az összes GameStar 2010, 11, 12 valameddig. De a költözés során nem tudom, hogy hova kerültek azok, azok az újságok, az a rengeteg újság. Jaj! 2003 és 2005 között vásárra vettetek? Tök jó. Tök jó, tök jó. Aztán miután lett net, már nem. Aha. Hát nekünk nem is tudom, nagyon régóta volt már netünk. Vagy 90... 96-97 óta. Azt hiszem, valahogy úgy. De nagyon-nagyon-nagyon szerettem olvasni az újságokat. Ez nekem olyan különleges volt. Az ingyenes játékaikat szeretted? Ja, azokat én is. Jó volt annan úgymond inspirálódni. Jézusom, mennyi ellenfél! Onnan ismerem például a Darkstone-t is. Meg volt egy olyan játék, aminek nem tudom, hogy amúgy mennyire jól néz már ki ez az ellenfél. Mármint, hogy... Tudom, amúgy annyira nem, de hogy így... Én nem láttam ezeket ilyen részletesen. Volt egy olyan játék, az is egy GameStar-os demo volt.
Ujjjjj. Tachi, come on. Tachi. Mindjárt mondom, mindjárt befejezem. Basszus. Na, szóval. A GameStar-os ingyenes játékok között volt az a játék is, amikor valami űrlénnyel voltál, amivel itt tudtál repülni, és ilyen lebegő szigeteken kellett különféle erőforrásokból építened létesítményeket. Az így Nem rémlik annyira, hogy annak a játéknak mi lehetett a neve. Azt sem tudom, hogy fontosan már hogy nézett ki, mert már csak az emlékeimben van ez. De azt úgy szívesen, azt szívesen úgy játszanám újra, úgy kipróbálnám újra, hogy mi az, amit én abba szerettem. Volt egy olyan játék is, mint például a Psyops. Na, szerencsére még emlékszem így a nevére. De azt is veletek beszéltem át, hogy így az favorit volt, a Psyops, amikor ugye egy ilyen katonával voltál, de tudtál ilyen telekinetikus dolgokat csinálni, tárgyakat mozgatni, meg ilyenek. Az is nagyon klassz volt. Hát jó pár játékot nyomtam, próbáltam ki. A Quartite. Lenne létjogosultsága ma is egy jó gamer lapnak? Hát ide-haza már szerintem annyira nem. Nagyon kevesen lennénk, akik így érdeklődnek ilyenek iránt. Hát az a jó vagy az a rossz, nem tudom, jobbhoz szenszerű. Én nagyon kevés játékkal játszottam sokat, és azokra mind emlékszem. De mindig megbotránkoztok, amikor mondom, hogy nekem például kimaradtak a hírózok. Meg nem tudom, egy még csomó játék, ami így menő volt régebben. Például én nem nagyon Vice City-ztem, meg San Andreas-oztam régen. Ez nekem így a 2010-es évek eleje fele volt, amikor én kipróbáltam ezeket a gémeket, és így játszottam velük. Persze volt, hogy így ismerősökkel, haverokkal ilyen kávézóba játszottam egy keveset, de amúgy nem. Jobb szerettem otthon játszani. Amúgy azok is milyen jól néznek ki. Szerintem ennyire részletesen ezek a szörnyek nem. Ezeket ugye nem lehetett látni, úgyhogy tök jó, hogy ez ilyen AI upscale-el dolog. Hát nekem az a szerencse, hogy ha így rá akarok jönni, hogy milyen játékokhoz kötnek, tehát hogy milyen játékokkal játszhattam, és mik azok, amiket így szeretném valamihez kötni, ilyen emlékhez, nosztalgiához. Csak meg kell nézni, hogy miket adtak a GameStar-on. És akkor ott lesz minden. Az első játék, amit így ismerősöktől kaptam, azt képzeljétek el, az az Oblivion. Azt úgy kaptam meg, hogy kölcsön adtam ismerősömnek az Age of Mythology-t, és ő meg kölcsön adta az Oblivion-ját. Az volt az első kölcsönjátékom.
Az első játékom meg a Jazz-Jack Rabbit volt. Mármint amire így emlékszem, és így emlékszem, hogy az első emlékek fűznek hozzá. Volt valami biztos korábban is, de annak a nevére nem emlékszem. Sőt, igazából volt valami játék, de az a helyzet, hogy az totál nem ugrik be, hogy micsoda. Ilyen kis állattal kellett menned. És hát ilyen kis kukaccal vagy féreggel. Ez már ilyen 3D-s játék volt. És ilyen fánk volt a pálya. És az volt a lényeg, hogy minél több, tehát a kocka elemek voltak a pályán. Ilyen kis kockák. És minél több kockát kellett a magadénak tudni, minél ilyen kis csíkokon mentél a kockák között, mármint a négyzetek között, ugye a négyzet volt a pálya elem, és minél többet be kellett magadnak karikázni, hogy elfoglald, mármint hogy körbe kellett rajta menni, hogy elfoglald, és hogy a tiéd legyen. De gőzöm sincs, hogy ez. Nek a játéknak mi lehetett a neve. Ja, a Jazz-Jack Rabbit az nagy kedvenc, elő is keresem majd nektek a képet, amikor azt csapattam. Hát mondom, én nagyon örülnék neki, hogyha az Epic megcsinálná a remake-ét a Jazz-Jack Rabbit-eknek, vagy csinálna egy Jazz-Jack Rabbit folytatást. Nagyon király lenne. Cihántrop. Meg emlékszem, hogy nagyon sokszor volt nálunk a teleházban manó játékok, manó matek, manó angol, manó világ, manó akármi, és hát ez ilyen játékos oktató, tehát ez ilyen oktató játékok voltak játékos formában, de baromira nem emlékszem belőlük semmire. Úgyhogy azokat is például szívesen megnézném, hogy itt hogy néztek ki, mik voltak, nyilván azok gyerekeknek szólnak. Manószériát te is szerettem? Á, én is. Múltkor, amikor én nézegettem a régebbi képeket, akkor láttam, hogy ott le van fotózva a Manó játék, de... Nem ugrott be semmi. Na jól van, most mehetünk le lassan. Már olyan, mintha itt lenne egy szellem. Aha, ott van. Ott a lélek. Sejtettem, hogy itt lesz valami, mert ugye itt lehet kántálni. Itt lehet kántálni. Na. Vox mortem. De nézzük, mit akar ez a szellem. Oh, those evil beasts. Ó, azok az gonosz szörnyetegek. Láttam őket. Náluk volt egy nő. A hercegnő. Ők voltak a sötét varázslók. Azt gondoltam, hogy a létezésük csak mendemonda. Míg meg nem öltek. Egy szempillantás alatt. Levadászom azokat a sötét varázslókat, lélek. Amikor végzek, többé már nem jelentenek gondot. My thanks to you, stranger. Köszönöm, idegen. Érzem, ahogy a kötelékeim oldódnak. Most már indulhatok. Jó pihenést, élek. Ja, ezek a szörnyek itt vártak ránk. Na, szuper. Most már mehetünk lefelé.
komolyan, Yoko Sensei, neked is favorit a Dungeon Siege 2. Na, például a Fable-ök is kimaradtak, meg a Black and White is. Van egy játék, a Dungeon Keeper, például azt is előszeretettel emlegetik ismerősök, akik a régi korokba játszottak. De az is milyen jó volt. Na, a Harry Potterek azok nekem nincsenek meg a Harry Potteres játékok. Azt látom, hogy Nessel nyomta őket. Végnyomta Harry Potteres játékokat. Ugye az új Harry Potter game miatt. De nekem azok itt teljesen kimaradtak. Csacsi! Nyomod Csacsi! 600-at sebeztünk, az nem sok. Sajnos az nem sok. Jó. Mennyi helyünk maradt? Hát ez már nem sok, srácok, lassan be fogunk telni. Vagy meghalt. Jó, még egy mentés. De király, hogy itt tele van rakva csontdarabokkal ez a rész. Most látom, hogy kalimpás álcok ott. Az a serpenyő a Csacsi hátán. Amit találtunk most? Azonít a temető teleportot. Micsoda átjáró van itt. Az azonít a katakombák. Az best. Jó, szerintem most mindegyik meghalt. Azt hittem, hogy az ilyen jeges terület, de nem. Csak itt a... De, mint hogyha jeges is lenne. Olyan furán változik a textúra, hogy ez a tükröződés miatt lehet. És akkor, ha ez volt az egyik út, de a másikon is ide lehetett volna jönni. Hú. Hát ott egy jel. Várjatok. Illene visszamenni. Ja, az árnyékok miatt olyan furák a textúrák, most már látom. Na. Ez úgy lenne feelinges, hogyha most elővennék egy füzetet, azt fölírnám egyébként, hogy mi a megoldó kulcs. Nem akarom brute force-olni, mert általában mindig brute force-olni szoktam ezeket a feladványokat.
Na itt van. Na. A jó öreg screenshot. Megnézzük, hogy megvan-e a screenshotunk. Megvan. Most már mehetünk tovább. Tehát lila fa, a piros giliszta, sárga szem, zöld fa. Ez a megoldás. Tudtam, hogy ez jelent majd valamit. Tudtam. És persze visszaszpónoltak az ellenfelek, akkor menjünk. Menjünk balra. Nagy mana ital, hát milyen jól megy. Most megtámadnak minket? Sajtottam. Tehát lila fa, piros szem, sárga, és zöld. Ott is van. És ez ugye forog. Forogva jön fel. Evangeline hercegnő. Igen, hogy beléptünk a katakombákba. Most már csak meg kell találni a hercegnőt és a fogvatartóit. Ez, ami átlövünk mindenem, ez a képesség nem, ezt nem érzem olyan erősnek. Milyen a Mandel? Szevasztok, srácok! Szia, Golden Samurai! Ugye ezek a hangok a háttérben, ez az, hogy potyognak le a jégdarabok. Azt nézitek, milyen szép. Milyen szépen nézett ki ez a jég oszlop. Wow. A jég nagyon szépen néz ki. Szevasz, félrekarcoló. Szóval, ja. Egy kicsit sajnálom, hogy nincs meg az óriási GameStar gyűjteményem. Elgondolkodtam amúgy azon, hogy megveszem, így használtam, de az már nem ugyanaz. Úgyhogy inkább ami volt, ami maradt, az utolsó pár szám, meg CD, DVD, azt így inkább eladtam. Mármint... eladattam Adrival. A dobozban még ott lehet? Nem. Sajnos nem. Az nincs meg sehol. Na, ez most már annyira durva. Ja, azt hittem, hogy még az italt se tudjuk felvenni. Elfix! Köszi szépen a fél évet, és gratulál az újabb badgethez. És köszi, hogy a Prime-adat még mindig rám használod el. Eregjenek, srácok, a szvegek. Úgyhogy, RIP GameStar gyűjtemény. Szveg, szvem. Köszi szépen, szemez, kulez, kiosi szama és Golden Samurai a pergetést. A többiek is tudnak egyébként pergetni. Még azok is, akik ugye nem feliratkozók.
Egyébként, most már, hogy így többen vagytok itt, elmondom, hogy április közepe felé szeretnék majd egy kicsit Jazz-Jack Rabbit-ezni. Lehet, hogy végig is játszok, ezt nem tudom, nem ígérem, de egy kicsit Jazz-Jack Rabbit-ezni. Azt úgy szeretnék. A kettővel persze. A hely, ahol állsz, mágikus erők rezonálnak. Itt valami quest van. Vigyél Lelaninak egy emléket a malumból. Jé, kettő, az micsoda, Darth Vader? Ja, Jazz-Jack Rabbit. Aha. Sose láttam még így leírva, nem azért már, hogy rosszul írtad, hanem hogy én még nem láttam. Nem láttam így. Jó utazás itt, Coolers. Jó reggelt, üdv mindenkinek. Na. Szóval... itt lesz majd egy ilyen fa. Lothar nevét kell tisztáznunk. Vajlótra erdő déli részén kell, hogy legyen. Egy köpeny. Itt pedig fókuszálókő, drága kövesbot, vésett pálca. Jó. Egy lila fa itt van, és hát perpél gőzöm sincs, hogy mit csináljak vele. Úgyhogy itt maradni nem fog itt maradni. Egyelőre itt marad, de majd később visszajövünk hozzá. Na, az a helyzet, amikor már azt kírja ott, hogy csacsi hátizsákja tele van, akkor tudod, hogy az már bizony gond. Az már bizonyod gond. Állítólag újraindult a stream. Az lehet? Az lehet? Legalábbis onnan gondolom, hogy kiírta a botom, hogy csé. Úgyhogy az ennyire nem jó. Arra kíváncsi vagyok, hogy melyik fegyvert, melyik vendor mennyiért veszi meg. Te becsegített, de mint hinnéd, Sotiris, ez az ének sok mindenre megtanított a Vajkessel kapcsolata, és lehetővé tette számomra, hogy megnyugtassam a szegény elveszett lelkeket itt a Manuba. Megállt az internet a szemétje. Hogy volt Mersze? 867. Ez ilyen Witcher-fóbia. Ez ilyen Witcher-fóbia most, hogy megnézem, hogy melyik vendor mennyit ad érte. Jé, ott egy kutyus. Nézd már, hát ott egy könyv. Most veszem csak észre.
Azt hiszem. Jó, tehát akkor nem ő az, aki kereskedő, hanem akkor itt kint valamelyik. We have all lost loved ones. 867, ez ugyanannyi. Az, vagy 857, mit tudom én. Fura hangot hallottam. Jönnek itt a fura hangok. Levettem a fülesem és kikresselt a játék, lol. Valaki porszívózik, azt hallom. Hát ezek itt ezek a fura hangok. Most már akkor értem. De hogyha valaki porszívózik, akkor miért megy el az internetem? Na, tehát erre kell menni. Most beköszöntél a chatbe, így. Ezt most nem értem, Szemenz. Ez, hogy én beköszöntem. Hűtés és természet, ez fixen kuka. Sajnos ezek a dobófejszék is kukák. Az az így se kell. Hát most itt leszünk egy ideig, srácok, hogy ezeket a dolgokat eladjuk. Ez micsoda, amit küldtél, Szemenz? Erre gondoltál? Ja, látom, 3 perce megy a stream, látom. Erre gondolsz? Lövés ellen. Hát az helyzet, hogy ezt már biztos nem fogjuk használni, mert nekünk set itemünk van. Beírta a Yenter account, hogy sziasztok. Igen, az úgy van megcsinálva. Beír a botom, hogy ha-hó, milyen idő van, milyen stream kezdődik, és Yenter megírja, hogy sziasztok. Sose voltatok még itt a stream elején? Ezek szerint. Ezeket a gagyi manapotikat eladjuk. Ezeket úgyse fogjuk már használni. Mindig itt voltunk, de azt hittük te vagy, de valójában nem is. Ha! Most akkor lebuktam. Hú, az egy nagyon menő nyaklánc. Úristen, srácok. Ennyi manapot itt soha nem fogunk elhasználni. Halál ellenállás. Na ez lesz most a kemény. De ahogy látjátok, elég gyorsan válogatok itt, hogy mi az, ami kell, és mi az, ami nem kell, úgyhogy... Azt hittem, hogy ez szívás lesz. Vagy legalábbis szívásabb lesz.
Igen, ezt az éber tarajat ezt szeretném megtartani. Hát ahogy látjátok, ez nagyon-nagyon-nagyon sok mana ital. Lövésképesség. Az helyzet, hogy a set itemek azok nagyon jó. Lélekégés. Úgyhogy azok mindenféleképpen megtartásra kerülnek. A mana kell, mana. Nincs elég mana. Többet már nem bírok el, vagy hogy is volt? Hát ez nagyon gyors volt, az átválogatás. Nézzük csak, aha. Ez egy 15-29-es. 15-29-es, ez jobb lehetne, de nem set item. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy ezt eladjuk. Ügyesség, mágikus tártalálás, ügyesség, intelligencia. Az helyzet, ez intelligenciás, tehát hogy nem jó. Abba pedig beletöltjük a jó cuccot. A gyógyító eső. Azt nem használjuk véletlen? Kisebb gyógyító eső. Ó, 140-et állít erre, 8 másodperc, ez pedig... Hát erről pedig nem tudunk semmit. 140... 8 másodperc. És mi a különbség? Gyógyító eső, mely hosszú ideig kis adagokba gyógyít minden közelben levő szövetségest. 86-ba kerül, 8 mana, igen. 140, 140. Ezt egyelőre oda teszem, nem tudom mi a különbség. Ezt a sok manapot itt eladjuk. Ez van akkor, hogyha csak egy varázsló van a csapatban. Jó, a csacsit azt le, üresítettük. Hoppá, 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 hoppá. Mentünk egyet. Even in times of such Emlékszem, amikor az első részben nem lehetett a csacsival beszélni a vendorokkal. Itt ezen szerencsére javítottak. Megfélemlítés 1-es. Az király lehetne egyébként. Életerő lopás. Eladjuk ezt a penészt is. 25-ös. Azt is eladjuk. Aha, neki se kell ilyen sapka. Orgyilkos csókja. Nem. Csatlós pecsétje. Nop. Tűz ellenállás. Na, amúgy ez jónak tűnik.
Ez jó lehet egyébként majd a mágusnak. Ó, micsoda gyűrű. Ezt odaadjuk a mágusnak már most. 10% jégellenállás. 6% életelő regeneráció, 8 a páncélhoz. Hát ugye ezzel halál ellenállást fogunk bukni. De nézzük meg. De tankibbak leszünk. Életerő regeneráció kuka. Azon nagyon kevés volt a stat. 20% lövés, kritikus találat sebzés. És 4% esély a kritikus lövés találatra. Ezen is ugyanaz van, csak ezen van resistance. Itt meg az van, hogy 25%-kal nagyobb a crit. Amúgy ez tetszik. Na, mágikus tárgykeresés és két ellenállás. Az két ellenállás. Az ott egy ellenállás. Az ott egy ellenállás se. Tehát széria pecsétje az még ellenállás se ad, viszont ad 5 erőt. Hát jó, akkor széria pecsétjét azt el is adjuk. Na, van itt ilyen saspáfrányos is, aha. Nézzük csak, ez változik. Nem úgy néz ki, mint hogyha nagyon változna. 600 mana, 195, majd 600 másodperc, 195 mana. És marad minden, ahogy látom. Nem, itt más. Ezen van 10% életerő újratöltődés, és 20% fizikai sérülés visszasebzése az ellenfélre. Na, ez jó. Ez változott legalább. Ez a képesség. Ahogy látjátok, a mana potiból hiány van, mert a HP potiból hiány van, a mana potiból nincsen. Azt majd bennünk kell. Sőt, nem majd bennünk kell, hanem most bennünk kell. You have done more than you know. Jó, vásárló. Ha? És mindenkinek kell venni. Sajnos. Ide tesszük előre ezeket a gagyikat, hogy először azt igye meg. Na, egy kicsit több is lett, nem baj. Hiáztak annyi elég. Jól van. És akkor mindjárt a skill pontokat is elosztjuk. Természet óvatossága. De várjál. Mi miért nem használjuk ezt a sapkát? Ezt most találtuk. Most komolyan csak ez hiányzott a szedből, én meg észre se vettem. Srácok, ki se vettétek észre? Konkrétan megvan a teljes szed bónusz. Na nézzük. 5 intelligencia, 30 mana, 6 mágikus sebzés ellenállás és 2 páncél. 8 intelligencia, 40% mana, 10% mágikus sebzés ellenállás és 5 páncél, illetve plusz 2-2, egy csomó mindenre. Wow. Megidézett lények életereje. Sérthetetlenség. Egy természetes mágus legerősebb védekező varázslata. Automatikusan véd minden közeli csapattagot. Ugye ez is tetszik. Jég mágia sebzés, növelés lehetne.
Gyógyító mágia erősebb, de természet mágia sebzés erősebb. Gyógyító mágia külön erősebb, ölelés varázslat. Ja, időtartam növelés, amúgy ez király. Mert ezek a buffok. Ha jól értem. A tövés csalán és kaktusz eszenciája a gyakorlott mágus számára igen csak hasznos tud lenni a haragvarázslatok erősítésekor, melyekkel egyúttal a csapatársaik erejét is növelik. Aha. Lélekölelés, medve haragja. És ezzel lett meg a sértetetlenség is. Egy kicsit erősítettünk a buffokon. Úgyhogy ha majd újra rakja a varázsló, akkor ezek tovább tartanak, és hosszabbak lesznek. Ilyen buffoló varázslót még úgyse csináltam egyébként korábban. Sebzés, ellenállás és italszüretelés. Esély a kritikus csapásra. Hát lehet, hogy amúgy most erre teszünk inkább. Hát ez nagyon nagyot megy. Ez elképesztően nagyot megy az íjásznál. És akkor végül marad a tankunk. Tankunk páncélt tud, igen, és az ellenfelet bünteti, mikor a karakter egy ütést kap, véd. Ha. 36-osnak kell lennem, hogy ugye arra tudjak tenni. Igen, én szerintem erre vártam, hogy meglegyünk 36-osak, és akkor utána a tankunk az bitangerős lesz. Hát most sajnos ugye az van srácok, hogy ugye kifagyott a játék, tehát a teleportunk az elveszett. Sajnos. Úgyhogy most újra vissza kell mennünk. Bi tank erős. Hát most elnyomtam, kipróbáltam, milyen ez a sértetetlenség. Ezek a torn buildek amúgy mindig is nagyot mentek ezekbe a játékokba. Nem tudom, hogy a Dungeon Siege-be is nagyot megy. De én például a Diablo-ba szerettem, meg nem is tudom még milyen játékba nyomtam ilyen torn buildet. Ezek amúgy nagyon viccesek. Úgyhogy azért vagyok kíváncsi, hogy itt a Dungeon Siege-be ez mégis milyen lesz. Ugye most nem kell megadnunk újra megfejtést, mert már kitaláltuk, azt el is mentettük, csak ugye a lift az lent van. Sértetetlenségen, tényleg. Nagy CD van. Nem is oda lőttem. Rossz helyre lőtte az íjászunk a képessége. Na, gyere, healer! Jaja, látom a kriteket. Amikor így azt látjátok, hogy egy nagy csippentés történik az ellenfél HP-jából, azt éppen az IS csinálja.
Szorgosan nyomogatom a mentés gombot. Kiváló talizmán. Igen, ez olyan szemánsz. Szorgosan nyomkodnod kell a mentésgombot, meg ki tudja mikor fagy be. Hagyjad már békén az íjászt. Még őt megöljük, mert ott nagyon csúnyén kukucskál. Ez a lüngy, ez az a hang, amikor éppen... De a csacsi miért nem megy oda? Hát a csacsi nyitná ki. De ott a 25 arany, na végre. Ez 380 a képesség, mert ez nagyon gyengos. Ez a heal, ez... kevés. Azt mondja, hogy reggel óta egy káposztával legyen az internetem egészséges. Ilyen egészséges még sose volt az internetem, mint most. Az helyzet a... Mi volt a reggeli menü kérdésedet, Kullerz már benyúlta. De megválaszolom neked is. Vajaspirítós kelbásszal és paprikával. Konkrétan lenyúlta. A babérjaidra től. Én a helyedben megreguláznám a fiatal embert. Nem szereted a házi kálbászt, Phoenix? Csak az én házi kolbászomat szeretem? Ja, nincs gond vele? Azt hittem. Lehet, hogy csak reggeli nem szereted, mi? A kálbászt. Nagyon jó. Balra me... Ah, hát nincs be. Balra semmi. Van egy kérdésem neked, melyik a kedvenc kasztod, amit szívesen csinálsz, és milyen szisztéma, szisztéma szerint húzod, hogy közelharcos ilyesz, vagy varázsló? Hát, én legutóbb varázslót húztam. Én úgy emlékszem, varázsló volt a fő karakterem. Ez meg ilyesz. Nem tudom amúgy, hogy mikor, milyen karakter kezdek, mert gyakorlatilag minden szokott lenni a csapatomban. Talán csacsi nem. Azért, hogy ugye ahova kell harcmágus, ott a harcmágusnak a dolgait is így ki tudjam nyitni. Úgyhogy én mindent szoktam csinálni. Minden szokott lenni a partimba. Ez egy 45-ös ellenfél.
alig sebzünk rá. Mi meg 31-esek vagy 32-esek vagyunk. Ja. Ups. Így, hogy nem él az íjászunk, ez így elég szívás. Mert 5-öt kriteltünk. Már fél HP-nál vagyunk. Száz HP. Háromszáz HP. Egyedülálló vulkán csizma recept. A kőkör képességgel bíró azért viseli, hogy át tudjon gyalogolni a lábán. A csizma megvédi a gazdáját a tűztől, és lánghullámokkal támadja annak ellenfeleit. Ja, nagyon tankos amúgy az ellenfél, meg amúgy a karakterünk is az volt. Hát alig tudta megcsapni, pedig amúgy ez egy nagyon erős ellenfél. Nem mindig találta el, és amikor eltalálta, akkor meg fél HP-zott minket. Ú, de piros ott alul. A csík. És miért nem híl el a mágusunk? Na végre. Na, én bízom benne, hogy jó lesz majd Madari az interneten. Na, megvárjuk, ha még ide jönnek, aztán jó világ. Hát amúgy azon ki vagyok, hogy a mágusunk kapott egy új varázslatot, ami az elődjének egy jobbik változata, és amúgy nem tér el semmibe. De most mindjárt megnézem, tehát hogy az amúgy elég hihetetlen. Igen, konkrétan ugyanaz. Szerintem itt elmehetünk nyugodtan balra. Ott valami csapdák vannak a földön. Úgyhogy jól át is ment rajta a karakterünk. Ezt a helyet átnéztük. Most már.
Ez az ijász, ez kegyetlen. Ez nagyon tetszik. Ez egy jó választás volt fő karakternek. Az, hogy néha rákütelünk 200-at az ellenfélre, ezzel az emelet a sebesség mellett, ez csodálatos. Mi lesz Doom 4? Nem is tudtam. Hát én nem értek hozzá a Doom-okhoz. Ezért nem eszel reggelek kolbászok? Hát látom. Aki kolbászt teszik, az nem szereti a Doom-ot. Ja, hogy Diablo-t írtál. Haha. Akkor jó. Amon zsim nyam nyam zsim zsam zsim. Leave us. Hagyj minket! Leave us. Vadisz sötét varázslója? Isad, nem használta a teleport. Na, szépen vagyunk. Itt ugye a pajzsokat kell először meg... szétlőni. Jézus! De ha így mondom a csapatnak, hogy... Ja, mert hogy dühöngés volt benyomva. Ez egy hosszú és... ez egy hosszadalmas fight lesz. Ezt is fel kéne szedni a tankot. Jajajaj, abba nem szabad beleállni. Kell állnunk arra, hogy nagy sebzéseket nyomjunk ki. Na most lehet ütni a varázslót. Menj már onnan! Mit csinálsz? Ím. Itt is a tankolásra át kell raknunk a nagy damra. Ezeket a bosszokat jó tankira csinálták meg. Konkrétan meg tudja ölni. Meg tudja ölni a saját embereit. De durva. Ez új info volt számomra. Béna mágus.
Na most mehet át. Csacsi, te jössz, Csacsi, jó? Csak 10.000 HP. Persze megint újra kristályokat kapok. Azt nem tudom mi. Itt látok, hogy most mindenkinek fáj valami. Remélem, hogy lesz elég poting. Hát ez a legjobb, ugye? Ez a legjobb, amikor egy 40.000 HP-s boss ellen harcolsz, hogy kikressel. Ez a legnagyobb szívás, srácok. Az előző boss fight közben is volt egy crash. Természetesen nem lepődtem meg, hogy most is. Most is crash-elünk. Ennél ugye csak az első rész jobb, amikor tényleg onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Mert most ugye megint futatok végig teljes pályán. Egy KHP-ja maradt ennek a varázslónak? Nem baj. Megnézhetjük megint, ahogy megöljük. Na végzett a mágus. Most már mehetünk. Most már mehetünk. Hallod, még mindig varázsolsz? Ja, már látom. Na, most már mehetünk. Mondom, mehetünk. Nem harcolunk, mehetünk. Jó, van még HP potink, kelleni fog. Megnyomjuk, aztán húzunk lefelé. Ha látom, a mágusnak már nincs HP potia. Az idézet légy nem baj, hogy lent maradt. Na, itt is most az lesz, hogy átszaladunk a pályán. Ha engedi a játék, akkor átszaladunk a pályán. Nem állunk meg sehol, senkinél. Az igen, hát persze oda fel akartam menni. Mondom, megyünk föl! Persze mindenki úgy gondolja, hogy muszáj harcolni. Tehát én csak azt mondom, hogy menjetek föl. Spellenem kell a bal klikket ezerre, hogy ne álljunk meg harcolni. Jó, mondjuk úgy van beállítva a csapat, hogy mindenféleképpen harcolni akarjon. Ez nem az ő hibájuk. Remélem azt a 45.000 HP szörnyet is azzal is meg kell küzdenünk. Persze. Persze. Ott a haver. Ott a span. Na hát, viszlát. Ne varázsoljál. Megyünk. Rossz gombot nyomta meg. Dühöngést állítottam be. Jézusom, srácok.
átállítjuk a nagy ütésekre. Na hát, ugye most az történt, hogy ide jött ez a sok ellenfél. Na hát, annyit állítunk, hogy akkor... Na hát, ugye most ez is megtörtént, hogy úgy megölte a mágusunkat, hogy fel se tud éledni. Nagyon jó. De legalább most már ezt is látjátok, hogy ilyen is van. Már ezt is látjátok, hogy van ilyen. Most egy kicsit lejjebb megyünk. Az idézett lények túl nagyot csapkodnak. Egy 2000-et kritáltunk. Wow. Meghalt az íjászunk. Na nézzük! Ne varázsolja már ott az AOE-ba! Te ostoba te! Nagyon szépen fogy amúgy a sötét varázsló HP-ja.
És most már nyomnunk kell egy mentést. Hú, hát ezen paráztam a legjobban, amúgy ja, ott vannak az ulti töltők a háttérben. Sikerült mentenünk, el se hiszem. El se hiszem. A Nexus drága kövei, abból azt hiszem amúgy egy megvan, aha. És lehet még egyet használni. Köszi szépen, srácok. Na tehát, Kadrasil szele, az egy nagyon jó ilyen ijászet lehet, nem? Villám ellenállás, abból 73% van. Jég ellenállás és lövés ellenállás, valamint fegyversebzés. Na nézzük. Jég, tűz, villám és halálsebzés pluszba. Oké. Okay. Nem rossz, nem rossz. Még erősebb lesz az íjászunk. Na, azt hiszem köszönettel tartozom, bár magam is el tudtam volna bánni azokkal a kesejükkel. Ki vagy te? Mondja Éva. Jól vagy? Az esélyek nem tűntek túl egyenlőnek. Igen, nem egészen egyenlőek nekik. Én csak a megfelelő időre a lehetőségre vártam. Sose vették volna el tőlem, amit akartak, abba biztos lehetsz. Éva vagyok az északi vidékről. Akartak valamit? Igen, de inkább meghalnék sem, mint hogy hagyjam, hogy a sötét varázslók elérjék a céljukat. Azt hiszem, hogy Tuskin tartanak itt, hogy megtörjék az ellenállást. Igen, azt gondolták, hogy az elfogásom majd megállítja az ellenállást, ugyanakkor a sötét varázslók egy erős tárgyat is keresnek a kikötőben. Én vagyok az egyetlen, aki hozzáférhet, és tudni akarták a titkomat. De valamelyik védelmezőről beszélsz? Yes. Igen, a vakság védelmezőjéről. Ez az, ami idehozott téged? Azért küldtek ide, hogy segítsek neked. A védelmező meg kell valljam, egy biztonságban van a kikötőben. De a másikat egy karavánnal küldték oda. Már el kellett haladniuk errefelé. Félek, valami szörnyűség történt. No. Nem, a türelmetlenségem mind ők vesztét okozta, Jessica, a katonáim, a védelmező. Láttad, hogy mi történt a védelmezővel? Minden rendben, hölgyem. Nálam van a halál védelmezője. Valóban? Akkor valóban barát vagy. A kikötő talán még ellenáll a Mordeneknek. Elmégy oda és megóvod a védelmezőmet? A vakság védelmezője. Úgy tűnik, mintha minden lépéssel növekedne a súlya. De nem foglak serbe hagyni téged, Éva. Melyik út vezet Hócser mely kikötőbe? Erre! Pont innen lehet tovább menni a Hócsermely kikötőbe? Milyen érdekes. Morden sereg délről támadja a kikötőt, így éjszakról kell bejutnod. Ezen ajtó mögött egy kijárat van a katakombákból. Azután egy ösvényt találsz, ami átvezet a Hócsermely hegységen. Azután majd találsz egy bejáratot a Hócsermely kikötőbe. Figyelj, Hócsermely kikötő nagy része a föld alatt van. A szolga negyeden keresztül juss be, juss el a trónterembe és kutasd át a trón környékét. Egy titkos serekesznek kell lennie valahol, lennie ott valahol, benne egy kulcssal, ami a védelmezőhöz vezet majd. Ezután keresd meg a parancsnokot, ő az ellenállók vezére és örülni fog minden segítségnek. Köszönetem. Azt mondja, titkos területre bukkant el. Hát ez annyira nem titkos, gondolom, hogy most nyílt ki. Sotiris, veled tartok a kikötőben. Köszönöm, hercegnő. Hát ugye, mivel teli a csapat, ő nem fog tudni jönni. Ő egy 29-es szintű lovag. Minden tiszteletem, hölgyem, de egyedül gyorsabban haladok. Nem élvezed a társaságomat? Akkor meggondolod magad, és megfogod. Ja, amikor meggondolod magad, és megfogod, a városba leszek, erősítést gyűjtve. Ott keres majd. Igen, köszönöm, hölgyem. És most elszalad. Így van, mentettünk.
I a magyarítás, gondolom le kell szedni ez a gémhez. Így van, paszta, így van. Hetedik fejezet. Ócsermely kikötő ostroma első rész. Miután legyőzted Valdis egyik sötét varázslóját, már ki tudod szabadítani Evangeline hercegnőt. Most pedig el kell utaznod Hócsermely kikötőbe, és meg kell védened a vakság védelmezőjét, a legendás Azunai pajzs egy másik darabját. Hócsermely kikötő Valdis seregeinek ostromát nyögi, így hát egy kerülő úton kell bejutnod oda. Lépj be Hócsermely kikötőbe a Szolga negyeden keresztül. Mivel Hócsermely kikötő ostrom alatt áll, Éva hercegnő azt mondta, hogy a Szolga negyeden keresztül kell bejutnod. Na hát, ez a terv. She's a strong one. Ő erős. A hercegnő? Igen, jól tartotta magát a sötét varázslókkal szemben. She'll make a good ally. Jó szövetséges lesz. Igen, az ellenállás jól jár, ha az oldalunkon harcol majd. Én a magyarítások.hu-ról töltöttem le a magyarítást. 338-akat sebez az ijász! Kegyetlen! Kegyetlen! Kegyetlen ez a kéz. De jó lenne, ha a többi karakter is majd ennyi sebezne. Csak hát ők nem arra vannak építve, hogy hatalmas sebzéseket produkáljanak. Na, jó lenne egy teleportot találni. Léci, teleport. Léci, teleport. Ez jíjász, így van. Ez egy jíjász karakter. Mert túl péntek volt a íjászhoz. Na nézzük. Most nem figyeltem, hogy hova lőtte? Hova lőtte az íjászunk a képességet. Mindegy. Oké. Nagyon szuper. Ez egy mágus ajtó. Manó, hát nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, már a 21. hónapja. Itt újra étköztünk. Srácok, eregjenek a szvegek Duma Manónak. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Túl sok a meló mostanában? Kitartást hozzá, reméljük, hogy mi hamarabb majd lecseng akkor az a hajsza. Na ez jó volt látni ezeket a nagy számokat. Egyedülálló fattyúkar.
most nagyon gyorsan el kell mennünk. Itt vagyunk a Hócsermely Völgynél. A teleporthoz. Hát igen. Aki megszokta azt, hogy élőben nézi a streameket, annak hatalmas negatívum, hogy VOD formájába kell visszanézni. De én meglepődtem azon, hogy mennyien vagytok, akik... Elfogyott a HP poti teljesen. Mennyien vagytok, akik kb. Csak a vodokat nézitek. A sok csendes néző. Vissza kell, hogy menjek a potiél. Ez az a mozdulatsor, amire Kalácska rögtön jön és betámad, hogy úristen, hát úristen, a gazdi nyújtózkodott, akkor be lehet támadni és a... az ölébe ugrani. Kalácska ezt gondolja. Ilyenkor. You have done more than you... Jó gondolja? Dehogy gondolja. Onyx teredéket megtartjuk. Nem kell, az se kell. Aha, a lövéshez lehetne valami. Mester sejme csizma. Ja, akkor ezt betesszük majd. Szegény csacsinál nem volt semmi. Ez jó lesz nekünk? Sok páncél. Ütés ellenállás, aha. Amúgy ez egy jó gyűrű. Megtartjuk. Már hogy ennyi potit kell vásárolni. Sikerül is? Kalácskának sikerül az elembe ugrani? Általában sikerül, hogyha nem alszik. Akkor tudja, hogy... mi a lépés. Nézzel a tegnapi epic ingyenes? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Aki szeret ezt a papírvilágot, meg a gépírást, annak valószínűleg adni fogja. Amúgy arra gondoltam, hogy a healerünk az lehetne olyan healer, aki kb. Csak a gyógyítással foglalkozik. Ja.
Nézzük meg, hogy így milyen. Nézzük meg, hogy így milyen lesz. Azt hiszem, hogy nem jó döntés. Csak ezt addig csináljuk, ameddig nem találok valami jobb támadást a gyógyítónk kezébe. Vagy valami jobb healt. Nem tudom. Most látom, hogy hol jöttünk fel. Tökéletes lenne, ha mondjuk pénteken lenne meló, nem amikor bobozol. A legközelebb, érd már meg, hogy ne csütörtök meg kedd délutánra tegyék a melót. A meló javát. Itt valami monatörtés van. Egyébként ja, nekem is a Diablo 4 város. Addigra ezt úgyis befejezzük. Sőt, még lehet, hogy a Dungeon Siege 3-at is. De azt ötve hiszem. A szuper élet előítan ennek nagyon örülök. A healerünk csak a healerésre van beállítva, és mégse healeri az IS-t. Na, csak észbe kapott. Ó, hát ez így nem lesz jó. Csacsi, nyomod! Hát ez nagyon bénára sikerült, Csacsi, mert ne haragudj. Az helyzet, Csacsinak mondom, hogy nyomjon el képességet, és így még azt mondja, hogy meg kell találnom a tökéletes poszt, hogy elnyomjam az ultimat. Ezt mondja a Csacsi. Tehát nem kell gondolkodni a Csacsinak, én azt mondom, hogy nyomd el, elnyomod, az kész, szevasz. Csacsi, nem olyan fából faragták. Bam, bam, szintlépés. Hanyasak vagyunk most? 33, 36-ra kéne felmenni. Na ez, tehát ez most, hogy így rájöttem, hogy amúgy ez nem hasznos. Visszaállítjuk a mágust varázsolni. Mármint, hogy támadni. Talán azzal többre megyünk. Az ilyen szint is közben szintet lépett. Meg a mágus is, meg a Csacsi is. Makacs Csacsi. Na most mi van? Oda nem tudunk felmenni? Lehet amúgy, hogy oda nem tudunk felmenni. Na, Szolga negyed. A Szolga negyed fele haladunk. Csacsi, de szép volt ez a támadás. Ez gyönyörű volt, Csacsi.
Mennyi is haza a szolga negyedben? Kalácska, de hogy nézd fel, Kalácska alszik. Elnéz, sokat nézel ki Kalácskából. Az ijászunknak majd kell találni valami jó képességet. Mert amik most vannak, azok annyira nem. Ez opcionális terület, amerre megyünk. Szivárvány dísztárgy. Fagyos barlangban. Hm. És itt lesz valami lejárat. Ez olyan shortcut lesz. Persze nyomjad a buffokat. Az igen, lélekölenés 1800 másodperc. Ez komoly. Ezt nevezem buffnak. Azt hiszem amúgy itt egy gombakör lesz. Ott lent. De mindjárt megnézzük. És nem gombakör, pedig lemertem volna fogadni, hogy gombakör. Na. Egy ősi elf erekje tartó, a botőrzője. De jó. A botőrzője. Itt kell keresnünk valami kántálós. Aha, itt lesz a kántálós hely, és akkor ide vissza lehet jönni majd. Akkor most előrébb nyomolunk. Kántálós hely fele, és akkor majd visszajövünk utána. Hú, 755-ös kritet nyomtunk. Boszorkány mester csizma. Ide jövünk, nyomunk egy nagy lootot, aztán ide be és Vox Mortem. És ilyenkor ez a szentély ez elhasználódik. És utána nem lehet használni, nem tudom mennyi ideig, vagy talán játék újra töltésig. És megyünk lefele.
És most már beszélni tudunk majd a szellemmel. Here I watch this place. Itt figyelem ezt a helyet, amióta létezik, ahogy Ista ura a vad mondta, és ezért itt kell maradnom. Ista ura, azt keresem, amit rejteget. Ez az a hely. Te vagy a kereső? Ista ura előre megmondta, hogy eljöjj ez a nap, és azt parancsolta, mondjam ezt neked. Arint az őrült még él, és a botja még mindig hatalmas erővel bír. A láda immáron nyitva. Pénz. Azt. Találj meg a drága köves botot Azunai sziklái között, Hócsermely kikötőben, aha. Arint legendás botjának drága köves botja egy ősi elferekje tartóban van elrejtve, amit Ista ura és Isteru pecsétje jelöl. Az Arint az őrült legendája szerint az erekje tartó valahol Hócsermely kikötőjében lehet. Igen, aztán van egy Vajlutra erdő, és van egy Azunai sziklái. Jó. És nyitottunk egy titkos helyet. Na, jól le is fosztottuk ezt a laccot. De ez hogy lehet, hogy valaki lent maradt? Csapat, please. Na. Fent vagyunk, lehet a mentés. Ja, és emlékeztek arra, hogy mutattam nektek a furcsa vizet? Most már rendesen csordogál a víz. Elmutatom nektek közelről is egyébként. Mert ott olyan volt a manluban, mintha ilyen jégtáblák lettek volna. Jól néz ki. Nekem tetszik. Teljesen szabályos jégtáblák, igen, igen. De most már nem jégtábla. Ez most már nem jégtábla. Mágikus tudatosságének. Hát itt hiányzik pár ének, hogy lesz ez így 100%-os végigjátszás. Most meg azért bágos, mert most meg pont a jégtáblák kellenek. Nem, nem. Ez már így jó, ahogy látjátok. Azt mondja, hogy Hócsermely kikötő északi kapuja, cselédbejáró, az meg a főkapu. Hát akkor a főkapu fele megyünk, mert azt mondták, hogy a cselédbejáróhoz kell mennünk. Ritka obszidián csizma. Na hát, be se tudunk menni. Tönkretették az átjárót. Tehát a cselédbejáró kell. Amire azt mondták, hogy szolga. Hát azért van különbség cseléd meg szolga között. Ó, ez az. Bár lehet, hogy csak szerintem.
ha majdnem ugyanaz lenne a két szó, akkor Boba Fett hajóját cselédegyesnek hívnánk. Ah, hát szedd már fel szerencsétlen ijeszt. Na, végre. Egy jó ideje már nem volt teleport. Időszerű lenne egy kis crash. Búcsermely elődomság. Már látom, hogy lesz valahol a teleport. Ó, csacsi, hát milyen durrantot láttátok. Megtolta a csacsi rendesen. Hát, ja, ide visszajövünk először a teleport. Pedig hát ez nem ilyenteres playstyle, de hát muszájok vagyunk a kifagyások miatt. Lenne egy DPS ide, hát akkor azt lehetnád, hogy a Hunter nyomja a damage 50%-át. Ezt látnád. Mint tegnap, amikor E-Hunter bement a HC-ra, bement a HC instába, azt megalázta mindenkit is tamokban. Csacsi! Nem tudom, mit voltál le tegnap, Konix, de dicsekszem neked is, meg azoknak, akik még nem tudják, vagy nem sejtik, de. Tizennégyes kulcsot mentünk. 14 plusz, elvileg. Ez egy Shadow Moon Burial Grounds, vagy mi volt az? És még bírta volna jobban a karakter. Még bírta volna magasabbat is a karakter. Csak mondom, nem akarok a 11-12-ről olyan nagy ugrást. Nekem az volt a szerencsém, hogy jött közületek egy tank 408-as item levelbe. Azt én voltam a második top damage a 42 000-emmel overall-ba. Megelőztem a 390 hetes DK-t a friss 390-es gírenben. Ja, mert meglett a 390, úgyhogy lecseréltem végre a válasomat T29-re. Egy mitik T29-es válasra, ami hát olyan 400-as item level körül van valahol. 356-os választ nagy öröm volt lecserélni végre. Ezen volt a 42 000-emmel voltam a második. Az overall-ba. De bosszokon nagyon közel volt. Bosszokon szerintem első voltam amúgy. De ezt nem merem amúgy fixre mondani. De bosszokon nagyon jól teljesítettem.
rakunk AOE-ra. Nem tudom, hogy a képességeken lehet erősíteni. Ja, amúgy... Mondták a sáncok, hogy nagyon komolyan veszik akik szervezik a dungeon-öket, hogy mekkora a Mythic Plus ratinged, meg a Raider IO-don milyen statok vannak. És ugye aki jött tankolni, ő is mondta, hogy szerinte simán hívnának nagyobb Mythic-re is, csak ugye mivel nincsen meg a ratingem, meg nincsen Raider IO-s előzményem, jó Raider IO-s előzményem, ezért nem hívnak. ...2042-es ratinget nem visznek 16 plusszal. Uh-huh. Engem is volt egy dungeon, ahova azért hívtak be majdnem, hogy instant, mert ugye az volt a feltétel, hogy 11-es vagy 12-est mentek, de kellett a Bloodlust. Én meg tudtam nekik adni Bloodlustot. Őt nem tudom, hogy miért nem lehetett tölni, vagy mi volt ez a stat, amit mutatott a játék. Nem tudom amúgy, olyan furi. Olyan furi, hogy... ennyire fontosak a számok. Mondjuk mi alapján döntetne egy szervező. Meg hát, amikor én Hunterrel nyomtam a DPS-elést a Mythic Plus-okon, akkor azt veletek nyomtam. Azért volt más a helyzet, de hogy én sejtettem, hogy ha DPS-elni akarok streambe, akkor az valószínűleg úgy fog kinézni, hogy jó sokat kell keresni, hogy legyen csapatom. Túl vagy a fogorvoson? Ajjaj! Na, remélem, hogy minden jó lesz most már, Astro. Remélem, semmi komoly. Nekem már szerintem egy éve el kellett volna mennem a fogorvoshoz. Megint le fog majd szúrni, hogy... Hát, hamarabb is jöhettem volna. 20 perc alatt semmi komoly. Na, tök jó. Most valami teljesen opcionális területre megyünk, srácok. Már egy jó ideje. Évente egyszer lehet menni kontrollra, annyira tele vannak, aha. Én nem tudom most mi lehet a helyzet a fogorvosomnál. Amióta... Itt a Covid azóta egyszer vagy csak kétszer voltam csak. Fogják ölni az ilyást. No.
Vagy nagyon mérges vagyok a legelső fogorvosomra. Azt hiszem azbest tömés volt régebben, ugye az az ezüstös színű. És az olyan sokat, olyan, tehát egy kicsi szúvasodásnál olyan annyira tönkretette a fogamat, az egyiket, sőt kettőt is, ilyen 13-4 éves koromban, hogy azt mai napig sínylem. Amalgán, azaz. Azaz, amalgán. Nagy nyomot! Sötét nyúzó villa. Igazából szerintem nem is az amalgán töméssel volt a gond, hanem az, hogy nagyon-nagyon sokat fúrta fogamban, vagy valami, és hatalmas lyuk volt mindkét fogamban. Ilyen őrlőfogamban, alsó őrlőfogamban. És amikor apom talált egy nagyon-nagyon-nagyon szuper magánorvost, akkor kb. Az összes fogamat megcsináltattuk. És ott már nem a amalgántömés volt. Úgyhogy nem könnyű szerintem megtalálni a jó fogorvost, a jó ilyen-olyan orvost. Aki tud segíteni, hogyha gond van. Ez az ajtó zárva van, és egy része még hiányzik is. A lyuk úgy néz ki, mint azok a táblák, amelyeket az első korba faragtak. Na hát, igen, ilyennel már találkoztunk. Ilyennel már találkoztunk, nem is egyszer. Ide is amúgy jelez valamit a játék, de nem tudom, nem vágom mit. Szóval itt. Ja, hogy alattam a két ajtót, oké. Okay. Jó STK-s orvosod is lett, aha. Hát ez meg külön mázni. Az meg külön mázni. Nagyon hangos, minden van. Ütés és mágikus képesség. Plusz 2 az ütés képességekre, wow.
így ennyi, tehát nagyjából egy 20 óra után érzem azt, hogy végre van sebzés a csapatnál. Végre így érünk valamit. Nagyon várom tényleg, hogy meglegyen a 36-os szint. Szia, se bánt, szevasztok, srácok. Páncéling! Kedrassil szele. Na ez jó lesz, ez jó lesz. 34-es lövés képesség, tehát ezt hamarosan tudjuk majd használni. És van Kedrassilos cuccunk, ez a gyűrű. Nice, nice. 10 ügyesség, tehát 6-tal több ügyességet ad. 30% páncélt ad. Azokat a stat módosulásokat nézzétek. 97 páncél helyett 154 lesz neki. Kapunk erő újratöltést, és egyet az összes lövés képességre. Egyet kapunk az összes lövés képességre. Jesus, ez valami izé. Hiper-szuper ijászszer. Azt a rohadt. Szia, Konaya Mizó is. Menjünk erre tovább. Nézzük csak. Itt nincs semmi. Kintre mutatott valamit. Ja, ott maradt egy nagy életerő ital. Ez jól jön. Úgyis abból veszük a legtöbbet. Nem tudom, hogy hova akar elkalauzolni minket ez a rész a játéknak. Lehet, hogy csak egy opcionális útvonal. Ki lehet majd menni. Az helyzet most azt érzem, hogy bánom egy kicsit, hogy csacsim van. Mert a csacsi egy nagyon szuper ötödik tagja lenne a csapatnak.
De a mágus szerintem kellene a csapatban. Egy harc mágus. Szia, Turin. Ó, csermely elődomság. Na, és itt lesz lassan egy teleport. Úgyhogy ezt megnézzük. Csacsi, de jó vagy. Kikötő főkapu, azon itt a temető, itt pedig az északi kapu és a cselédbejáró. Milyen érjenek azok? Hát ezek valami sötét villa, valami fura nevük volt. Ez meg ilyen barbár, mutattam mindjárt, ő így néz ki. Meg egy tüzér. Gyorsan. Oké, úgy néz ki, hogy megvan a Hócsermely-hegység déli oldali teleportja. Úgyhogy most mehetünk visszafelé. Jaj. Köhögök, köhögök, és egyszer csak csuklak egyet. Ennél már csak egy a rosszabb, amikor még sorra kerül a Buffy is. Na gyere, csacsi! Ugye szintet lépünk, és akkor az ijászunk még a mostaninál is erősebb lesz. Ez a sötét nyúzó villa. Ők így néznek ki. Nem tudom ezek mi. Habci Buffing. Ja. Oho, ott van, ott van. Ding, ding, na. Hát így nézünk ki most. És most. Tadá! Hát nem mondom azt, hogy ez valami nagyon menő. Hetes szintű páncélzat volt rajtunk. Aszta. Látjátok, mindenre kaptunk kettőt. Léglökés. Az elf kalandorok megtanulták erejüket egy energiarobbanásba fókuszálni, ezzel átmenetileg arra is képesek váltak, hogy gyorsan több fegyvert is eldobjanak. Ja, az nem érdekel. Visszaverzés, sharpnel robbanás, elektromos lövések. Egy ilyes mester sebző sok hullámot tud felni, amikor a nyilai bizonyos távolságban repülnek. A tudósok csak azt figyelik, hogy egy képesség mágikus vagy nem, de az ilyászok csak akkor foglalkoznak ezzel, ha az hasznos. Sok hullám, amikor egy nyíl messzebb száll, mint 9 méter. Aha. Aha. ...15% a lövedéksebzésnek, aha. Lőtáv... ...sebzés százalék. Jó, hát a kritikus lövést azt így feltoljuk. És azt ki is maxoltuk. Hát Lothárnál még várunk a büntetésre.
gyógyító mágia, ha lehet, hogy amúgy ezt kéne húznunk. Na, most lesz a jó. 25%-kal hatékonyabb lesz a gyógyító mágia. De ez egy 400-as lövés volt. 410. Ez most crit lehet vajon? Ja, a set bónuszt meg se néztük egyébként. 12 az ügyességhez. Helyreállít 4 életerő találatonként. Plusz egy lövés a képességekre. Egy a gyors előrántásra, a megcsapolásra és az átszúrásra. Nem láttam a sebzés számokat, de azt láttam, hogy nagyon gyorsan fogyott a HP-ja. A tagnak. Ez egy feljáró lesz, ahogy látom. Elég fura volt a textúra. Látjátok? Az nagyon furi ott. Sajnos a csasinak nincsen skillfája. Ezért is nem tetszik annyira. Bár amúgy bitang erős. Tehát az elején, a játék elején bitang erős a csacsi. Még most is az. De az elején tud igazán sokat segíteni. Amikor még ugye az embereinek nincsen speckó hírgye. Ez is egy feljáró. Amúgy valami olyan stat kéne az IAS-nak, hogy ilyen aggro csökkentés. Na itt most már felmegyünk. Most ugye azt a felszínt nézzük át, aminek az alját már ugye megnéztük. A barlangokat, azokat ugye lecsekkoltuk. Ki kéne próbálnom azt is, hogy lehet egyszerre több lényt idézni. Mert akkor lehetne egy olyan mágusom, ami idéz és buffol, meg mellette heal-el. És támad. Jaj, meghal mindjárt a tank. Még két szint kell a tanknak, még kettő szint. Jó, és itt még van egy irány.
Ugye most teljesen visszajöttem. Még egy set item, srácok. Még egy set item. Harci mágiához. Véráztatta a páncél. Véráztatta a bőr mellény. Szia, design. Mit se fogom már lemenni. Ez így néz neki. Itt ugye már jártunk. Úgyhogy vissza is megyek. Már várjál csak. Ott van valami. Arrafele. Ha. Mindjárt megnézzük. Ott ugye találkoztunk egy olyan barlanggal, aminek a felső részével lehetne valamit csinálni. Lehet, hogy majd az egy küldetés, most így nem tudom fejből. Halipanka. Ó, itt fel lehet menni, hát ez nagyszerű. Ezt majdnem kihagytuk itt, srácok. És itt is van egy lejáró, de ez nem az előbbi barlang hálózatba visz minket, hanem az egy fagyos barlangba. Miért rácsapott az íjász? Nincs valahol láda? Jó, nincs. Titkos dolog sincs, csak ebbe a szobába. Warrior of Honor, köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen a 21 hónapot. Ma a 21 hónaposok napja van. Meg tegnap is az volt. Te is 21 hónapos vagy, Duma Manu is. Te ki is majdnem, Purgatory Girl. Ez meg mi ez? Wow. Durva. Köszi szépen, skacok. Egy titkos hét előre bukkantál. Hát ez nem éppen volt lootban gazdag hely. Megyünk ezen a másik liften, de csak azért, hogy beaktiváljuk.
vissza is megyünk. Gyere, varázsoljál, varázsló. Varázsló, garázsló. Ja. Szia, famosz. Ma eddig még csak főküldetést csináltunk. És szerintem nagyon más nem is fogunk. Az a durva, hogy 2,5 órája kb. Ezt csináljuk. Ami fogott rajtunk, az az Evangeline hercegnő, amikor a sötét varázsról ellen harcoltunk. Lassan amúgy végzünk az Act 2 fő küldetésével, de hát mellékküldetéseket nyilván még tartogat. Azokkal nem állunk túlzottan fényesen, hát itt látjátok, lenne még mit csinálni. De itt full mágus csapatot nyomtál? Az komoly lehet. Nekem most nagyon tetszik, hogy az ijászomat én tutire össze tudtam rakni. Iszonyatosan nagy damokat oszt ki. Nem is értem, hogy a többiek miért vannak a csapatban. 945-öt kritázunk. Hát, hogy így az embereim... Jó, hogyha ütik a százat, az ijászom meg ezret. Egy ezres támadást lenyom. Lehet ez azért van, mert a többiek bildje még alakulóban. De nem lehet rájuk haragudni. Ezt a feljárót egyáltalán nem néztük meg. Bármint nem jöttünk ki. Azt hiszem amúgy annó is pont ezt csináltam, hogy a barlangba végigmentem és utána jöttem fel. Idézett volt. Ja, az egy idézett volt, akkor. Lehet, hogy az a tüzér idéztem. Van még egy tüzér. Ja nem, az egy zúdító. Kapjánk a fajta legyek is. Ott a hatalmas szarvas hú szörnyű. Na nézzük. Mit rejt ez az épület? Ahogy látom lootot. Lövés képességének. 2 a lövés képességekre. Nagyszerű, nagyszerű. Na és akkor a felszínt is most már átnéztük. Csacsi elkezdett a csacsin megjelenni a rakomány. Aha.
szuper életerőital, az kellett. Olyan volt egy summoner. Na basszus. Azt hittem, hogy elég erősek vagyunk ehhez. Jaja, volt egy summoner, volt, aki csak villám, mágus. Én úgy mondtam, hogy vagy healer voltam, vagy fire, illetve volt egy buffer könyvem, és volt egy death mágus. De durva. Én még csak varázsló csapatot sose raktam össze. Én ilyen vegyes ízével nyomtam. Csak a vegyes. Ugye, hogy minden ajtót ki tudjak nyitni. Szóval csak azért. Mennek most a hegyekbe. Nem mennek semmire. Ja. Szia, Zodking! Kireppent a hámúsz. Kurva az IASZ amúgy milyen távolról tudja az ellenemit lőni. Ahhoz képest mindig úgy támadok vele, hogy kb. Az arcomban van az enemi. Na, ezek már a mordenek. Egykori munkaadóink. Hop. A boszorkány mesterkesztyű majdnem nem fért el a hátizsákunkba. Nézzünk balra is. Ja igen, ezek a havas pályák nagyon csillák. Miért amúgy erről a játékról, a Dungeon Siege-ből a V-Rising jut eszembe.
nem tudom miért. A Divinity Original Sin. Na, a Divinity-t azt mondjuk nem a Divinity Original Sin-t akartam mindig is kipróbálni, hanem a Divine Divinity-t, azt hiszem. Azt is azt hiszem, egy GameStar-ba láttam, és azt mindig is ki akartam próbálni. Mármint annó. Az Original Sin 2, ez elvileg elkészült a magyarítás is. Ez miatt a sataskás? Elnyomtuk minden CD-t most. Gyors meglettek fektetve itt az enemik. Mentünk egyet és... amúgy jobbra kéne tovább mennünk. Mehetünk lefelé. Hoppácska, ritka, kiváló felderítő így. Mordeneket megszeretgettük egy kicsit. Előre van a rendes út, úgyhogy elnézünk jobbra. Két mana italt találtunk a bokkarba. Csacsi, nyomod! Csacsi, nagyon jó volt. Hú, mennyi óriási mana ital. Ritka Chakram. Csakrám most meg, dobókéses bildet se próbáltam amúgy még eddig. Ez az íjász nagyon bevált. Mármint az íjászoknál. Sőt, hibrid bildet se próbáltam még. Ú, egy csukja! Ez a csacsinál elfér. Ó, basszus, ilyenünk pont van. Szomorú, hogy duplikáltat kaptunk. Ma már szerintem nem érjük el a 36-os szintet, pedig az lenne igazán jó. Legalább láthatnánk, hogy milyen királya közelharci karakterünk. Ott nincs semmi. Víz van.
Szevasz, Máté. Szia, yeah, Headhunter. Hoppácska, a cinematikó. Kapják a mordanak. Újjúj, hát ennek nagyon szétnyílt a szája. The Haven will be overrun with Morden. They're attacking from the front. Akikötött lefogják rohanni a Mordenek. Előről támadnak. Igen, át kell mennünk a lakónegyeden és egy másik szárnyat nyitni az ellenséggel szemben. Odds aren't in our favor. Az esélyek nem kegyeznek, kedveznek nekünk. Hey. Visszafordulnál? Hé, hey, én vagyok az. Tudom. Minden erőnkkel harcolnunk kell ezekben a sötét időkben. Csak a hősök uralkodhatnak. Here. Hősök? Ilyen cinematikok alatt izzadt az Ati videókártyád? Azt hiszem én is ezeket még a... vagy a 9100-on, a 200-on, vagy a 600-on nyomtam. A Radeonon ugye. És sose jöttem rá, hogy akkor most melyik a jobb videókártya, a 9001, a 200 vagy a 600? De nem is néztem utána. Tartsi nyomod! Tartsi nyomod! Ez az, de jó van. 9600, mert az több, mint a 4080. Ja, hát igen. Amelyiknek nagyobb a száma, az a jobb. Itt lesz a teleport. Már nem kell sok, már nem kell sok, hogy a teleporthoz érjünk. Meggyalózzuk, megöljük ezt az elemét még gyorsan. Jó. Az Xbox 360 az azért 360 elvileg. Mert akkor volt 30 éves a Microsoft. Elvileg. Kigudisztad nekem, hogy a 9600 volt a jobb? Komolyan. Pedig mindig mentek a viták nálunk, hogy most akkor a 9100 a jobb-e? Vagy a 600? Emlékszem. Mi a logika 30 évvel és a 360 között? Egy év, 12 hónap. 30 év. 360 hónap. Elvileg ezért lett az Xbox 360. 360. Mert ugye 30 éves volt. Mert volt egy Xbox 720 is. Akkor lehet, hogy nem ez volt a koncepció. Akkor ez lehet, hogy csak pletyka, vagy legenda. Na, hát itt kell majd lemenni, de mielőtt még itt lemennénk, körülnézünk. Itt körülnézünk gyorsan. Persze, hát a kutyák visszaszpónoltak. Most vettünk egy 360-at kinek, hát a kinek, az jó cucc. Azt meg tudom érteni.
csátak. Osztálytársam kinektel fruit ninjázott. Emlékszem. Én kinektre írtam a szakdokám. Wow. Bocsármely kikötő szolganegyedem. Na, a következő feladatunk, hogy a hercegnő azt mondta, hogy az Azunai pajzsának másik darabjának megtalálásához szükséges kulcs Hócsermely kikötő tróntermébe van. Szóval meg kell találnunk a tróntermet, és a kiállító szekrény kulcsát meg kell szereznünk. Amúgy ezek a mordenek nagyon jól néznek ki, majd megpróbálok egyet közelről megmutatni. Gyerekeknek szántátok? Tök jó. Na várjatok. Szóval ott a morden, ő úgy néz ki. Hát olyanok, mint az orkok amúgy. Gyere csak. És úgy van, hogy a sisakjuk úgy van kivágva, hogy konkrétan az orruk és a szájuk látszódik. Olyan, mint hogyha ilyen hordások lennének. Nem tetszett itt az egyik szörnynek, hogy Sotirisze megtámadta a vezért. Olyan cégtől vettük, akik konzolokat újítanak fel, nagyon szép állapotban van kívül, belül újra pasztázva kitisztítva. De jó! Hát az egy igazi kincs akkor. Csacsi, nyomod! Csata Csacsi iszonyatosan erős. Iszonyatosan erős. De sajna már lenne nála jobb. Legerősebb akkor is az íjászunk. Csak ő nagyon könnyen meghal. Igen, ez a taunt valamit, aha. Bár igen, az előbb láthattátok, hogy elnyomtam, és így konkrétan mentek tovább. Most is így elnyomtam, és így olyanok, mint hogyha a mordenekre nem hatna úgy a taunt. De amúgy ez eddig nem volt így. Hámint, hogy nem a mordeneknél, hanem a többi szörnél. A többi szörnél elég hatásos a taunt. Annó nem használtam az előző végigjátszásomnál, mert... csak a sebzés, ugye? Azóta próbálok valami jó frankó buildet összerakni. Most volt valami kint. Aha. Egy páncéltartó állvány. Ez is az. Csinál, még elférnek a cuccok szerencsére. Á, ez az amúgy nagyon király, hogy a ládák szétjönnek a csacsi miatt. Hát, hogy ha valami miatt nem váltanám le a csacsit, akkor az ez. Itt van kettő ajtó. Jó lánc sisak, aha. Azt nézd meg! Csacsinak már ott ilyen kis izé. Kis chest is van rajta. A kis chestről jut eszembe, meg a serpenyő. Hogy láttam az új... Dungeons and Dragons-ös trailert, a
az avatár előtt. És nagyon tetszett, hogy van benne mimik. Mármint a filmben. Ja, mert én most itt a filmre gondolok, azt tudom ezt. Az biztos, hogy a D&D-be már... ...kikta van, mini. Na, a 35-ös szint meglett, gyakorlatilag mindenki egyszerre lépett szintet. Csak jó volt, ezt lehet. Ritka obszidián is isak. Na, hogy áll a csacsi? Jó van, még férünk, még férünk. Jaja, én is kíváncsi leszek a filmre. Na látod, például ezt a klaskot, ezt lehetett tauntolni. Vagy lehet nyomni a kántálást. Amúgy nem tudom, nem merem elnyomni a Vox Mortemet, mert valószínűleg... Aha. Ja, itt lesz majd, emlékszem. Itt lesz majd fönn. Egy gyűrű. Ne, és ez a tűzékszer, az már pont megvan. Mondjuk a mágikus tárgykeresése miatt amúgy ez jó. Mit ad? Tűz ellenállás. Az van nekünk is. Aha. Amúgy itt úgy hívják, hogy jég ellenállás, de itt már az ellenállásoknál fagy ellenállás van. Most akkor fagy vagy jég? Nem mindegy. Lehet menni balra, lehet menni jobbra. Fagy barlangja. Hát így a filmek közül szerintem legjobban most ez a Dungeons and Dragons-os film érdekel. Na itt is, ez is egy olyan barlang. Most így nem ugrik be, de majd... Tehát ez egy quest van. Ahol állunk, mágikus erők rezonálnak. Ezt majd meg fogjuk csinálni. Hát, ha beugrik majd menet közben, hogy itt mégis mit kell csinálni. Ez már nem az első ilyen barlang. Az a neve a filmnek, hogy Betyárbecsület? Ja, tényleg a Máriós is érdekel. Na, ha valami, akkor a Magic Mike az nem. Csacsi, nyomod! Nyomja, csacsi! Na, végre. Betyár becsület, aha. Na, itt van a lélek, úgyhogy ide visszajövünk. Szerintem nem kell sokat menni. De aztán ki tudja, lehet, hogy csak előítéletes vagyok a Magic Mike-kal kapcsolatban. Vox Mortem. Let's you go! Még a izét is meg akarom majd nézni. Mi az? A Shrek citásat, csak nem jut eszembe a neve. De tudjátok, hogy mire gondolok. December elejei. Ah, they killed me before I could raise. Ah, megöltek mielőtt felemelhettem volna a karom a kikötő védelmében. A modern szörnyek olyan gyorsan átjutottak a védelmünkön, olyan könnyedén. Ah.
Ne félélek, megszabadítom ezt a helyet még a hírmondójuktól is. Látom az akaratot, hogy ezt elérd. Ez jó. Most elhagyhatom ezt a helyet. A fényes part vár rám és csalogat. Senki sem érdemli meg azt, hogy úgy legyen ez a világhoz kötve, mint ahogy te voltál. Békés pihenést élek. Még egy gyűrű. Ó, a halálékszer. A halálékszer az jó lehet. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Na. Igen, igen, a csizmás kandúra gondoltam. 15% mágikus tárgyak találására. Ez intelligenciát ad, fegyversebzést, életerőt állít helyreütésenként, és 18% halál ellenállást ad. Na nézzük. Még több jég, még több tűz, még több villám és még több halálsebzés. Viszont valakinek oda kéne adni ezt a gyűrűt. Van a regeneráció. Nézzük meg azt, hogy odaadjuk neki, a mágusnak. Intelligencia, villámellenállás. Ó, ez nem az volt. Ezt a mana regenes gyűrűt akartam lecserélni. A várja lett még egy tűz. Ez már a harmadik tűz ékszer. De durva. Misztikus ének. Reku Amicium. Ez valami ízés lesz, légtélesének. Az északi vidék királyai és királynői. Az északi vidék királyai és királynői. Ez a könyv az északi vidék az elmúlt 1000 év uralkodó királyainak és királynőinek nevét rögzíti. Trónlásuk sorrendjében. A könyv gyors átfutásával felismersz egy nevet, az örökösét, aki anyjának halála esetén a trónt megörökölheti, Éva. Az oldalon a születési dátuma mellett és a védőistene is szerepel, Széria, természetesen. Sok mindent megtud az északi vidék kormányzati felépítéséről és a lányról, aki háborús önminiszterré cseperedett az évek során, amikor a szemed egy újabb neven akad meg a másik oldalon. A királyi család másik ága van felsorolva azon az oldalon a legidősebb fiúval, aki hagyományosan a hadügyi és fegyverzet miniszteri poszt a várományosa. A neve pedig Valdis, utorfia. Kevés olvasható róla, csak annyi, hogy fiatalember korában egy gyengítő láztól szenvedett. De még mindig eltökélt ahhoz, hogy a posztra várakozók sorába maradjon. Az utolsó bejegyzés a könyvben néhány évvel korábbinak tűnik, így nem lehet tudni, hogy az ott szereplő Valdis ugyanaz a férfiá, mint az, aki a Morden sereget vezeti. Hoppácska. Hoppácska, tényleg, hát akkor tudtam már, hogy a Valdis neve miért ismerős. Fiatalember az már nem gyerek. Ez igaz. De nem nagyon láttam még olyan fogalmazást. Itt most nem a magyarító kizálom, ahol fiatal ember korában betegség, hanem az általában gyerekkor szokott lenni. Persze lehet, hogy én gondolom amúgy rosszul. Meg én kekeckedem. Ez micsoda? A hócsermely kikötő lakó negyede.
Kisebb koponya permet. Ezek a nevek. Egyre jobban közeledik itt a másik egér, az egérpadon, nem tudom, akar valamit, ismerkedik. Misztikus ének. Requo Malum. Van egy ajtó balra, és van egy jobbra. Jó, most elnézünk jobbra. Lövöd! Mindkét ajtó idehoz. Mindkettőt ki is nyitottuk. Baklik a trón a kinyitáshoz vagy használathoz. Kiállító szekrény kulcs. Csacsi oda pirított nekik. Rozsdás őrök. Rit Csacsi. A vörös levél kesztyű multitücske nem fér, nem fér srácok a hátiságba. Az a nagy helyzet. Úgyhogy vissza kell mennünk. Ja, lehetne transmutolni. Itt szerencsére van, és amúgy be is van rakva az átalakítás. Megmondom őszintén. You have done more than... Lusta voltam még transmutolni. Az ott nagyon sok ellenállás. Ja, az mana regen. 14% mana regen. Az amúgy nagyon jó. Hopp, azt nem akartuk eladni. Visszavesszük. Na most nem fogy annyira a HP-nk. Ezeket a gazokat majd ki kell tennem. Jól elrendezem, aztán mindjárt megy amúgy a bankba. Ha az a harci mágia, az marad. Ha ott már set itemünk van. Ha ott is set item, mondjuk gagyi set itemünk van. Szóval amúgy ez upgrade lenne.
Most jól jött az automata rendezés. Milyen kalapács. És milyen bot? Mana újratöltődési érték, az nagyon nem kell nekünk. Ezen csak egy ellenállás van. Kisebb jéglabda. Na, az amúgy érdekesnek tűnik. A kisebb jéglabda. Hát, talán amúgy a hílek azok elleni fognak. Igen, ez a téna nyugalma, ez megvan. A csakramot meg ugye nem használjuk. HP poti az megy át csacsihoz. Lövés harc megjelz, ilyen hibrid cucc. Ez a driát páncél, ezt seréltük le. Ja, hát úgy néz ki, hogy ez ennyi volt. Jó, hát ennyi manapot itt meg nem tartunk ugye meg. Na. Szerintem ő árul nekünk amúgy varázslatokat, igen. Skorpió. Mágikus mágiasebzés ellenállás és gyors mozgási sebesség. Ezek, ahogy gyors mozgási sebesség és mágiasebzés ellenállás, ez a Skorpió tulajdonsága, vagy ezt mindenki megkapja a partiba, vagy ezt megkapja az idéző. Bocsó varázslat közepes ideig gyógyvízzel kurálja a célkaraktert. Ha. Lélekölelés. Kisebb kapaszkodó inda. Mozgásképtelenné tudjuk tenni az ellenfeleinket. 393-480-as sebzéssel. És mennyibe kerül? 56 mana? Szemét. Te szemét játék. Te szemét. Lassan befejezzük amúgy a Dungeon Siege-et. A következő teleportig elmegyünk még. Hát nyilván amúgy meg kéne néznünk, hogy mi az exception, hogy mikor crashelhet a játék. Jól van. Én csinál, most nincs semmi. Varázslatokat néztünk éppen. Itt a... Igen, ez egy 20-as... egy 20-as fegyver. Eljött szerintem találunk jobbat. You have done more than... Na. Tehát... Ez volt az. Kisebb kapaszkodó inda. Igazából kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Ezt eladjuk. Ó, a lélekölelés. Mi? Ja, hogy életölelés, meg lélekölelés. 22% a jég, tűz és villám ellenálláshoz, aha. 130% extra sebzés a kritikus találatokból, aha. Meg van Skorpió idézés. Az helyzet, nem tudom mennyit kritelünk. A
Nem tudom, hogy az például hova van leírva, hogy mennyi a crit chance-unk, mert azt tudom, hogy a az ijászónak 50%, hát a többieknek még nem tudom. Nem tudom, ilyeneket hol írnak le. Na mindegy, szóval a kisebb fagycsapás, hát ezt biztos nem fogjuk használni. Ja, írja, hogy ez a varázslat már a maximális szinten van, tehát hogy ez már nem tud hova fejlődni. Aha, látom, látom. Hát jó, akkor ezt egyelőre oda hátra tesszük. Deremesztő fegyver. Megosztja a tapasztalatot az ütés és a természet mágia között. Ó, aha. Az a helyzet, hogy ha valami heal kéne, akkor biztos, hogy nem ezt a gyógyító erőt használnám. Életerő lopás. A bukottak haragja. Fizikai sebzés, sérülés vissza az ellenfélre. 44%. Ez lehet, hogy jól jönne. Ez, hogy van-e itt valami heal? Erőteljes gyógyító vízgömböt volna a közelbe álló csapattársak közé. Hát nem tudom, nagyon gagyik ezek a heal varázslatok, úgyhogy ezt egyelőre kirakjuk. Ezt kirakjuk ide, és akkor berakunk egy idézést. Na nézzük. Ezt a jéglabdát is berakjuk oda. Most annyit csinálunk, hogy álljunk még egyszer a mentésre, kilépünk, aztán visszatöltjük. Kíváncsi vagyok, hogy tudunk-e több lényt varázsolni. Nem, úgy néz ki, hogy csak egy lényt tudunk idézni. Jó. Ezt most egyelőre ide betesszük. Jó, hát ezekkel majd kell kezdenünk valamit, ezekkel a reagenssel. A sok reagenssel. Nézzünk el majd valami fasz a kombinációt. Jó kis crash, ugye? Jó kis crash. Ja, ott voltunk a trónteremnél. Meg lett a kulcs. Hát most azt fogom csinálni, hogy csak futunk. Átfutunk a pályán. Fogok megint megküzdeni mindenkivel. Van más ideiglenes summon képesség is? Aha. Leszek az új varázslatra. Mennyire fog tetszeni.
Tök jó, hogy ilyenkor megmaradt a térkép. Ha még a térkép sem maradna meg, akkor valószínűleg biztos csinálnék a játékkal, hogy ne crasheljünk. Csak az a gond, hogy a crashelést olyan nehéz kideríteni, hogy most akkor mi az, amitől crashel. Mert nyilván nem akarok haladni a játékkal így progresszügyileg. Ez a rútolás, ez működik. Ez jónak tűnik. Ez nagyon jónak tűnik. Forgott a gyomram. Most annyi változott, hogy nincs bent ott egy buszvarázslásunk. Tehát akkor egy hírt azt visszarakjuk. Itt is megyünk. Nem foglalkozunk semmivel. Let's go! Let's go! Hát ugye most a loot az innen elveszett. Aha, és itt tovább tudunk menni. Miben jól ható jó zsarnok testpáncél. Tovább, ez itt ki van clearálva most. Na. Arci mágia a káosz avatárja felfedő csizma. Majd egy jó izé, ha harcmágust össze tudunk rakni. Próbálnak menekülni itt a mordanak. Jó, és pont itt van egy teleport, hát akkor rögtön tovább megyünk. Lakó negyed teleport. Jó, vissza. Mert itt van valami. Ó, hát ott még köcsögök is vannak. Jó, 200.000 gold. És mi van itt? Mi ez a fagyos? Jó dobó csillag. Nice. Aha, na látjátok, ehhez kellene a harci mágia. Hát igen.
Hoho, hoho. A sok pénz. Micsoda fröcskölés van itt fölöttünk. Gyertek, kutyusok. Hú, azt hittem befagytunk, olyat akadt a játék. Ritka elhosszúi és ritka kitűnő levél zeke. Egy jó mimik. Na. Egy jó kis mimik. Mindenki kedvence. Úgy fél HP-ztuk a mimiket. Ugye feltöltödik a csacsi, az bemegyünk újra. Jó lassan tölt a csacsi. 1700 HP-ja van. Azt a rohadt, milyen tanki a csacsi. Elnyomtam a kettest, és így nem nyomja el VT-t. Gyere ki, Lothar! Gyere ki, csacsi! Csacsi nem bírt kijönni. Mert persze az idézett lénynek mellé kellett menni. Mindjárt jön a csacsi. Gyere, gyere, csacsi, gyere, gyere, gyere. Nem tud kijönni. A mimikeket nagyon erősre csinálták. Nem is értem, hogy ilyen erősre miért kellett. Igen, mire a csacsi fel kell, addigra a mimik szétlőtte. Ja, pont ez történt. Pont ez történt. Még ha ugye dobna valami hiper szuper lootot, de nem dob hiper szuper lootot. Most ott egy bomb. Hogy kinyílt ez a középső rész? Lesz valami? Ohoho! Fás szarva. Na hát Sotiris már tele is van. Ez valami kitűnő, kiváló elf puska. Jó. Ja.
Ezt a kulcsot a Hócsermely kikötő tróntermébe vetted magadhoz. Hócsermely kikötő az északi vidék egyik legbiztonságosabb erődje, és ezért a termeiben rengeteg értékes emberi táj található. Tipikus nyíltságuk miatt az emberek nem alkalmaztak védelmi varázslatokat a védelmező közelébe, helyette egy mitril ketrecet készítettek egy robosztus lakattal. Tudod, hogy a valaha készült legerősebb fém sem tud ellenállni Valdis varázslóinak, de bizonyosan sokkal tovább tart nekik elpusztítani egy mitril ketrecet, mint egy védelmi varázslatot hatástalanítani. Arra voltam kíváncsi, hogy a parancsnokot kell most megkeresni. Erre voltam kíváncsi. Aha. Ritka, kiváló, legendás bőrkesztyű. Szia, Liderdi! Szeretem ezt a játékot, de nagyon idegesített a rengeteg haszontalan lót egészen addig, ameddig nem lett aranyjá változtató varázs. Onnantól már csak az élvezet volt. Én csacsit használtam ehhez. Jó van. Srácok. Hát a játék most nagyon nem akarja. Nagyon nem akarja, hogy tovább menjünk, hiszen igazából csak figyelmeztet minket, hogy Ianter már megtalálta azt a teleportot, amit szeretett volna. Azt mondta, hogy a következő teleportig megy, és hát nem addig ment. És erre akart titeket figyelmeztetni a játék, hogy Ianter hazudik. Úgyhogy... jó. Hát akkor megyünk a vendorhoz, eladjuk a cuccokat. Ez lesz a végszó, srácok. Na. You have done more. Tehát nem kell, az se kell. Hopp, és az marad. Szia, Klete! Ja, azt hittem, hogy ott van valami az inventorimban. De jól néz ki az a halvány védelmező sisak. Na hát ez gyorsan ment. Ha ez ennyire gyorsan ment, akkor nekem is nagy kedvencem amúgy Liderdi. Még egy szint kell, még egyetlen egy szint kell, hogy a büntetést megtoljam ezerrel. Ja, minden frankó, mondhatni minden frankók vetem. Remélem nálad is. Remélem nálad is. Esély, ütés vagy lövés támadások elkerülésére. Aha. Az áldozaton való áthatolás esélye. Aha. És akkor a célzásunk annál erősebb lesz, minél több van ezen. Nem tudom, ez most villant egyet. ...35%-kal hatol át a lövésünk az ellenségen. Majdnem, de nem akarsz panaszkodni? Ha majdnem, az már azért jó. Hát a gyógyító mágiát nem erősítjük. Az biztos, hogy nem. Mágikus lények... sebzése vagy életerején lehetne módosítani. Átadott sebzés 100%. A béke a mágus és a teremtménye között megerősíthető, hogy ezáltal a megidézett lény akár élete árán is sebzést okozzon a mágus által kijelölt ellenfélnek.
élete árán is sebzést okozzon. Átadott sebzés százaléka. Értem, hogy békjó a mágus és a teremények között, de mi lehet a békjó? Kinek adják át a sebzést? Marci és természet mágia erő helyreállítási érték. Az jó cucc. Az is amúgy egy olyan, amit szívesen elnyomnék. Gyógyító mágia, természet mágia, aha. Fagyasztás. Aha, tehát ezeket lehet szintezni. És ez hármas szintű lett a célzásunk, tehát maxos. Ezzel maxos lett a célzásunk, aha. Harapó nyílnak 8-asnak kell lennie, és akkor 1500%-os sebzés növelekedés lesz, aha. Aha. Itt pedig úgy nőne a százalék, hogyha a csapást felhúznám 5-re. Esély a kritikus csapásra. Aha, aha. Ez egy ilyen lesz most. Ezek a buffok nekem tetszenek egyébként. Na, hát srácok! Eddig jutottunk a mai streamben, gyakorlatilag ez alatt a három és fél óra alatt. Az Evangeline hercegnős fejezetet megcsináltuk, illetve a hócsermely kikötő ostromával is haladtunk. Viszont másodlagos küldetéssel talán annyit, hogy lelkekkel beszéltünk. Ennyi. Lelkekkel beszéltünk, valamint megtaláltuk a drága köves botot. Fókuszálókő és a vésett pálca kéne hozzá. Lothar áltatlanságát nem tudtuk bizonyítani. És ennyi. Jelenleg eddig jutottunk. És hamarosan következik a harmadik felvonás. A következő streamben már szerintem a harmadik aktra eljutunk. Viszont mielőtt még a harmadik akton bármit is így csinálnánk, azelőtt visszamegyünk a második aktos mellékküldetéseket csinálni, mint látjátok, ebből van egy csomó. Úgyhogy ennyit a Dungeon Siege-ről. Ha már ma ennyiszer kifagyott a játék. Hát ez van. Ez van, srácok. Jövő héten nem tudom, hogy lesz pontosan, de pénteken nem lesz stream. Úgyhogy a Dungeon Siege még nem tudom, hogy lesz megtartva, de lesz Dungeon Siege-ezés, tehát hogy nem felejtjük el ezt a végigjátszást, csak a jövő hét péntek az így off-os. De majd ez majd kiderül. Hogy így, hogy lesz pontosan folytatva.